Tehát akkor most a mit fogunk bemutatni? Hogyan működik a futár a buszokban? Igen, hogyan működik a futár? A gépjármű átvétele után bejelentkezünk a futárnak a rendszerébe. Nagyon egyszerű bejelentkezés, megadjuk az azonosító számunkat, leellenőrizzük, nyomunk egy entert, leellenőrizzük ott a nevünk, rányomunk, és megadjuk a jármű forgalmi számát. Ez a mi esetünkben, mivel speciális járat vagyunk, mi nullát nyomunk, enter. Viszonylat, szintén nullát nyomunk, enter. És mindjárt kiadja a speciális viszonylatokat, és itt van nekünk, hogy mozg viszonylat, mozgássérült szállító autóbusz. Mozgáskorlátozott autóbusz. És itt a jelen esetben én kettes szoktam lenni, és ennyi. És ezt így hagyjuk, amíg mi dolgozunk. Ez alapján lát minket a rendszer. Igen. És nyomon tud követni. Igen. Tulajdonképpen ennyi. Más nagyon nem tudunk vele csinálni, mert ugye nagy buszokon van majd a tárolt hangok, meg... Igen. Meg, hát itt ugye nincs, mert nincs rákötve a hangszóróra, mert itt tudok szólni nekik, és, hogy... És például, ha ez most nagy buszon lenne, akkor itt még lenne egy vödör választási lehetőség. Egy vödör megálló, igen, hogy a te szavaiddal éljek, tehát itt felsorolja megállókat. Ugye nekünk Óbudai garázs, mert innen indulunk, és Szél Kálmán tér. Ez csak egy megadott viszonylat, mert valamit be kellett írniuk, hogy hol közlekedik az autóbusz, de mivel hogy menetrend és útvonal nélkül közlekedünk, így nincsenek megállóink, mert nekünk felszálló pontjaink vannak tulajdonképpen. Igen. Háztól házig megyünk, és akkor itt tudják a nagybuszosok kiválasztani, hogy mit akarnak. Igen, első ajtós felszállás, hátsó ajtó, később nyílnak, menjenek hátra. Leszes időben, és itt van rengeteg választás, és klíma működik, stb. És ez a később nyílnak, ennek mikor van jelentősége? Ennek akkor van jelentősége, amikor beállsz egy olyan megállóba, mint egy tömött megállót képzelj el, tele utasokat, de te első ajtós felszállós buszt vezetsz. Te hamarabb fogod kinyitni az első ajtókat, hogy a lent várakozó utasok tudják, hogy előre kell nekik jönniük. És itt bemondod a fönt lévő utasoknak, hogy később fogod kinyitni az ajtókat, ne kezdjenek el dörömbölni, meg kiabálni, hogy miért nem nyitjuk ki, azért nem nyitjuk ki. Mert hát voltok később. Így van. Igen. És akkor ez az első ajtós technológiának, felszállási technológiának egy része, és bevezették a futárba nagyon okosan. És ez egy hasznos gomb. A következő kérdést azt az Endre Petihez teszem fel, hogy miben tér el egy telebusz vezető munka kezdése egy normál viszonylatban dolgozó buszvezető munkakezdésétől? A munkakezdés az adott, tehát mindenkinek le van írva, hogy mikor kell fölvenni a munkát. Le van írva neki a havi beosztásával, hogy hány órakor kell megjelennie a garázsba. Annyiban tud eltérni esetleg, hogy a nagy busznál ugye kimegy, van 25 perc, hogy átvegye a buszt, és utána kimenjen a vonalra, megmondják, hogy hol kezd, melyik végállomáson, vagy melyik állomáson, és akkor onnantól indul neki a futárba betáplált, időrendbe felsorolt megállók, és akkor ő halad, se nem gyorsabban, amennyire lehet, meg se nem lassabban, de gyorsabban semmiképpen se, tehát nem szabad sietni. Nálunk ugye, ahogy beszéltük azt, hogy címek vannak, azok teljesen máshogy kezdődnek. Mi korábban kezdünk, mert azért mi átvizsgáljuk a buszokat, átvizsgáljuk a rámpákat hátul, ha kell, akkor elviszük őket a szervizbe, vagy olyan dolgok vannak, tehát azért nekünk azért előtte van egy kis mozgalom, és utána megnézzük, hogy mikor van az első cím, kinek mikor, és akkor elindul, kiszámolja, hogy például innen a 3. kerületbe, a 18. kerületbe körülbelül mennyi idő alatt ér el, és akkor szépen elkezd abba az irányba menni, ott fölveszi az utast, és látja, hogy mi a következő címe, oda, aznak is van egy időpontja, oda is oda kell egy picit ilyen összetettebb a helyzet, mert itt neked kell tudni, hogy mennyi idő alatt érsz el A-ból B-be a városon keresztül. Nem az, hogy mondjuk csak itt ezen a részen, ez az Óbudai részen esetleg, vagy valaki Cinkotán, vagy valaki, ott megy, már ki van mérve, tudják, hogy pontosan mennyi. Hát, hogy ki van mérve, tudod, pontosan mennyi egy kör, le van számolva, úgy vannak a megállók, úgy vannak az idők. Tehát az egy úgymond egyszerű. Nagy buszt vezet ugyan, de egyszerű, tehát nem kell törnie magát. Ha dugóba kerül, nincs baj. Nálunk az a helyzet van inkább, hogy ha
nagy a forgalom, hogy te időbe odaérjél, ahova kell menni, időbe vegyél titeket az iskolába, időbe el tudjunk érni az orvoshoz. Ezt ugye ki kell számolni, és azért tisztában kell lenni a forgalommal, valamit ismerni kell a várost, úgyhogy más egy kicsit azért. De még annyit hozzátennék, amúgy elég kereken elmondta a kolléga, hogy ugyanúgy használhatjuk a buszsávot, és ugyanúgy használhatjuk akár a Margit szigetet például. Mint egy rendes Tehát egy rendes BKV buszt képzeljetek el. Tehát, sőt, tehát a villamos síneket is használhatjuk. Adott helyeken, ahol engedélyezett a villamos síneket. Tehát ezeket ki tudjuk mi használni, és ezeket az előnyöket jó is, hogy élvezhetjük, mert például bedugul egy utca, mi tudunk választani más, ezért jó, hogy speciális, hogy el tudunk menni. Most itt gondolok egyet, hogy a dugóban előttem, akkor itt a kis utcába elmegyek balra. Ezt egy nagy busszal nem fogod tudni megtenni, ott be kell állnod a dugóba, szigorúan útvonalat kell tartani, ha csak nem a diszpécser, a menetirányító máshogy nem rendelkezik. Mi ugye itt kicsit önállóbbak vagyunk, mi speciális, ezért is szeretem ezt a fajta. Vannak olyan útvonalak, ami például én tudom, hogy rossz az út, mert tele van kátyúval például, és kerekesszékes sérült embereket viszünk. Nekem tekintettel kell lenni az utasokkal. Ne boruljon ki. Ne boruljon ki, esetleg egy gerinc sérült vagy valami. Akkor elmegyek egy párhuzamos utcára, lehet, hogy 500 vagy egy kilométer, 500 méterre vagy egy kilométerre hosszabb mondjuk, de sokkal biztonságosabb és kényelmesebb az utazás. Így van, és ezt meg is szokták köszönni, hogy... És ilyen módon is tekintettel vagyunk rájuk. Barát, akkor ki legyen, döntsétek el, haladjunk. Hány órakor indul az élet a buszgarázsba, tessék? Szokola? Ja, szokola? Forog? Megy. De kérlek szépen, srácok, az élet a buszgarázsban soha nem áll meg. 0-24-es, mint úgy diszpécserek, szintén tehát a garázs diszpécserek, a garázsmesterek, a garázssofőrök, és mi járművezetők is 0-24-ben. Igaz, beosztásunk van, tehát nyilván a törvény az behatározza, hogy egy ember hány órát dolgozhat. Persze. De maga a munkafolyamat itt állandó. Tehát itt éjszaka vannak a csarnokban, a szerelőműhelyekben, hisz éjszaka sokkal kevesebb autóbusz van kint a városban. Tehát ide bejönnek a telephelyre, ilyenkor mossák őket, tankolják őket, szervizelik őket. Tehát a műszak az inkább éjszaka dolgozik. Járművezetők meg ugye vannak a délelőttösök, vannak a középrészesek, vannak a beugrósok, az két, az dolgozik egy kicsit délelőtt is, és egy kicsit délután is, és vannak a délutánosok, meg a éjszakások. És te mit szoktál lenni, Peti, amikor jössz értünk? Középrészes vagy délutános? Én mindenes vagyok. Úgy hívnak, hogy Jolly Joker. A Petya a Jolly Joker, amúgy ezen a járaton majdhogy nem mindenki így kezdte, én is így kezdtem többek között. Hogy mindenféle műszakot járatnak a zöld fülűvel, már a szó, hát, szó jó értelmében. Ez nem így van, mert azt el is kell vállalni, tehát én ezt így kértem. Igen, de aki azért délelőtt, délután, éjszaka az nem szokott lenni, szerintem. Mert mostanában, de én is úgy ugrót jártam, de jártam voltam a középrész helyett, voltam az éjszakás helyett, dolgoztam, mindenféle műszakba bele. Pillantást nyertem, és előbb-utóbb megtaláljuk azt a helyet, ami az életvitelethez és az életmódokhoz is körülményeit. Igen, gyerekeid vannak, például hogy délelőttös tudsz lenni inkább jobban, vagy délutára tudsz jobban jönni. Én például úgy vállaltam el, hogy én így akartam. Hát én jobban szeretnék délutános lenni, mint délelőttös, de sajnos a család miatt inkább jobb a délelőtt. Úgyhogy én úgy kértem, hogy nekem végül is, hogy így becsúszik egy-egy hét délután, az nekem még extrában jó is, de általában azért délelőttös vagyok, majd maximum napköz is, tehát a napközben ennyi, középrészt hiszem. Nagyon ritkán vagyok éjszakás, bármilyen másik járaton is, tehát nagyon ritka. Jó, akkor Szokola Petihez címezvén a kérdés. Na. Igen, Szokola Peti. Hogy milyen buszok találhatók még a buszgarázsban? Az volt ilyen. Aha. Igen. Hát igen, igen. Hát van sok, amikről beszéltünk, hogy ezek a Renault Masterek, akkor vannak a Mercedes Sprinterek. Ami ott látszik. Amiket itt a videó nem tudom mennyire tud visszajönni, de ott előttünk van. Majd közelebb megyünk aztán. Igen, akkor a régebbi típus, tehát az Icarus, majd a 260-asból van még egy pár, ha jól tudom, még talán van. 280-asból azok ugye a csuklós változatok, abból még egy pár darab van, azt hiszem a 20-ason meg a 30-ason, amit mi adunk. Akkor vannak a kis Volvók, ugye a szóló Volvók,
Csuklós Volvóból már nincs a garázsban. És hát vannak ugye most a citárok még, van szólóból is, csuklósból is, meg a konnektók. Leginkább ott a metrópótlós viszonylaton vannak. És melyik a favorit neked? Jó kérdés. Én nagyon szerettem az Icarus 415-öst, az már ugye nincs a garázsban. Nem, úgy kérdezem, hogy amiket repültök. Amiket visztek, azok amiket most viszünk. Citárókat viszünk, nem? Vagy mire gondolsz? Hát mi a kedve? Hát Mercedes Citaro. Nekem nem, Citarót annyira nem. Na, akkor lehet választani, akkor még mindig a 260-as talán, de tudom, hogy már korszerűtlen, meg büdös, meg csörög, meg csattog, meg magas padlós, meg nem tudom mi, de abban még amikor felülök, akkor még ugye magasan ülünk, tudod? Tehát a vezető pozíció, ott ugye a város, vagy a forgalom fölött ülsz jóval, jól belátod a forgalmat, és valahogy még úgy érzed, vastag a kormány, nagy, tényleg egy nagy járművet vezetsz. Nekem mondjuk ez ad egy kis pluszt, de tudom, hogy már eljárt fölötte az idő sajnos. Megyünk! Ez egy olyan eszköz, amivel a kerekesszékeseket tudjuk hátulról, vagy akár elét is tudjuk rakni. Ez is gyárilag van kialakítva a buszok oldalába, és ez egy rugós kar, és bele tudjuk be. És akkor abba tud kapaszkodni? Igen, és ez egy stabil, ez egy fixe, se előre, se hátra, se föl, se le. Érted, itt vannak a kerekesszékesek, beakasztod mögéjük, és nem tud hátra billenni. Vagy ha elé rakod, akkor meg tud benne kapaszkodni. Ó, az tök jó. És egy mozdulat az egész. Ezen a speciális autóbuszon, amivel mozgáskorlátozottakat szállítunk, megtalálhatóak először is, ami elég látványos, a padlólemezbe gyárilag le van csavarozva egy ilyen alumínium sín, ilyen kis lyukacsokkal, ilyen kis nyújtokkal, és ezekben a kis lyukacsokban egy ilyen speckó, hogy egyet ki tudsz venni, azt megköszönöm, így demonstrálni. Így néz ki. Egy ilyen racsni. Itt alul nyomod, akkor tudod minél jobban húzni, és ezt húz vissza, mindig feszít. A haját, az belerakjuk ebbe a padlólemezbe fixen. Az oda bele csatlakozik. Tehát egy kézzel nem hosszú. Menni fog? Menni fog, de ügyes vagy. És ügyes vagy. Igen, és akkor a kerekes széken a fontos, hogy a váz, tehát a kerekes széknek a valamelyik váz elemét, váz nyúlvázát. Tehát így például. Össze-vissza húzoljuk. Ezzel tudod feszíteni, ezt üvegkeményre meg lehet húzni. Hát, igen. De ezt mondjuk széken annyira, nem annyira kell. Annyira kell keményre megtenni, hogy ne tudjon meg elhozódni benne, és hajoljon el. Tehát ez így néz ki. Megtartja, és szigorúan fontos, hogy előről, hátulról meg legyen kötve a kerekesszék, a játékos. Igen, hogy ugye gyorsításnál ne, hogy hátrafele boruljon, bármi annyira nem veszélyeztet minket a gyorsítás, mert nem egy versenyautóban ülünk, de mondjuk egy döccenő, vagy egy fekvőrendőr, amit jobb esetben azért csak észreveszünk, de hát olyan, hogy mondjuk nem veszünk észre, és akkor hátrafele tud egy picit billenni, de ami mondjuk nagyobb kockázatot és balesetveszélyt, a fékezés. Például bevágnak igen. Elénk, nekem volt sajnos. Vagy büntető fékeznek. Inkább az van, hogy az úrvezetők, például mész a buszába, Rákóczi, és ő hirtelen, jaj, ő ebbe a utcába be akart kanyarodni, és nem várja meg, hogy én elhaladjak a buszába mellette, hanem bevág elém, de már fékeznie is kell, hogy be tudjon kanyarodni. És erre, ezzel engem vészfékezésre kényszerít, nyilván nem akarok belémenni. Hát, ezért én egy kicsit izmosabbat fékezek mondjuk. És ugye akkor borul mindenki előre, biztos ti is tapasztaltátok, hogyha a szüleitek vezet. Igen, én tapasztaltam a székkel is egyik reggel, nem, és ezért nem szeretek székben utazni. Volt olyan esetem, valamikor a tanév elején történt, hogy le voltam kötözve, és fékezett a járművezető, és én rácsúsztam az előttem lévő székes játékosra. Azért mondom, hogy többet nem utazok végén a székben. És még egy érdekesség a kötöző... De igazából a széken belül is le kéne kötnöd magad. Tehát a széknek egy biztonsági övnek is lennie. Mint a biztonsági övvel lekötöd magad a székhez. Mert ha én hiába kötöm le a széket, ha én fékezek és te nem vagy megkötve, akkor te ugyanúgy repülsz kifele. Erről érintőlegesen beszéltünk itt, amíg a nagy buszon ültünk, hogy mi oké, rendben lekötünk titeket, vagy hát a kerekesszékes
játékost a buszhoz, tehát a buszhoz rögzítve van a te eszközöd, legyen az kerekesszék. Most vagy járókerek például. Igen, de mondjuk a kerekesszékes, aki nem tud kiülni a kerekesszékéből, ugye ő neki saját magának kellene gondoskodni arról, hogy ő ne tudjon abból kicsúszni. Mert a széke ott marad, de az illető magán van. Az illető meg esetleg kicsúszik belőle és megüti magát. Menjünk ezzel a busza. Nagyon köszönjük, hogy itt lehettünk, egy nagyon nagy élmény volt, reméljük élveztétek. Abszolút! Mi is, meg reméljük élvezték a kedves nézők is, hogy ezt megnézték. Iratkozzatok fel, a szokásos elérhetőségeinket megtaláltok bennünket. Lent lesznek a leírásban. Igen, illetve majd a BKV karrier oldalát is leteszem, hogy ott lehet valaki buszvezető. Jelentkezzetek minél többen. Úgy. Nos, akkor köszönjük, hogy megnéztétek. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Tartsatok továbbra is velünk. Sziasztok! Hello!